Tiltakoznak a járási hivatalokban dolgozók, amiért nekik kellene kivinni a nyugdíjasoknak szánt 10.000 forintos Erzsébet utalványokat. A nyugdíjasok valószínűleg csak akkor kapják meg karácsony előtt a 10.000 forintos utalványokat, ha a kézbesítést profikra bízzák. Ezt az illetékes szakszervezet elnöke mondta az ATV kérdésére. A szocialisták szerint káosz van a kézbesítés körül, és azt sem értik, hogy miért kapnak azok is, akiknek több százezer forint a nyugdíjuk. Ha a nyugdíjasok ebből a 10.000 forintból karácsonyi ajándékot szeretnének venni, csak reménykedhetnek abban, hogy még az ünnepek előtt megérkezik a pénz. Az ügyben illetékes szakszervezet elnöke szerint ehhez profi kézbesítőkre lenne szükség. A kézbesítésre kötelezett munkavállalók már is tiltakoznak. Soha nem tapasztaltam ilyen elementáris elutasítást. Az ország minden pontjáról kaptam telefonokat, leveleket, és hát nagyon szíven ütött mindennőtt, hogy a tervezett szabadságokat sem lehet kivenni. Van olyan járás, ahol 18 település tartozik a székhelyhez. Ehhez nincs elég autó, marad a busz, a vonat és a bicikli, mondta a szakszervezet elnöke. Az alkalmazottak még azt sem tudják, hogy munkaidőben vagy utána kell kézbesíteni. Körülbelül egy főre 200 utalvány jut, amennyiben az összes vezető is ezt a feladatot ellátja. Jelen pillanatban mi nem tudunk konkrét utasításokról. Nagyon reméljük, hogy megfontolják még, és adott esetben más megoldást választ a kormányzat. Ezt holnap levélben is közlik Lázár János miniszterrel. A nyugdíjasoknak sem jó ez a kézbesítés. Kényelmesebb, ha a postás, aki tudja, hogy ki hol lakik, mert rendszeresen jár hozzánk, hozza a nyugdíjat, hozza a leveleket. Tehát az, ha kihozta volna, ismer minket szinte személyesen, ha az hozta volna ki, sokkal egyszerűbb lett volna. Most azokat a dolgozókat, valamikor én is ott dolgoztam, most itt berángatni. A miniszterelnöki kabinetiroda államtitkárának azonban nincsenek kétségei. Én biztos vagyok benne, hogy a miniszterelnökség olyan megoldást talál majd, amellyel az utalványok is kiérnek az ünnepek alatt, és a járási hivatali dolgozóknak sem jelent ez aránytalan terheket. Az MSZP alelnöke szerint ez a fajta kézbesítés káoszhoz vezet. Az a baj, hogy sokkal költségesebb módon jut ez az emberekhez, minthogyha egyszerűen a posta kapott volna megbízást. A posta, ha emléképeim nem csalnak meg, 482 forintért juttatta volna célba ezeket a 10.000 forintos Erzsébet utalványokat. Az pedig egyenesen arcátlanság tette hozzá, hogy a nyugdíjak nagyságától függetlenül mindenkinek jár ez a pénz. Szerettük volna megtudni, hogy miért nem a nyugdíjakkal együtt kézbesítették a 10.000 forintot, miért nem utalták bankszámlára, miért nem a postára bízták a kézbesítést, és gondoltak-e a biztonsági kockázatokra. Továbbá igaz-e az a hír, hogy ezt a pénzt még az idén el kell költeni? Ezeket a kérdéseket szerettük volna feltenni a közigazgatásért felelős államtitkárnak, Kovács Zoltánnak, de nem értük el.